YouTube, trending, Spotify, TikTok. 50 000, 250 000, 1 000 000. Mitől lesz egy dal felkapott? Jorgosz vagyok, rapperként Lil Frakk a nevem, és az elmúlt 4 évemet producerek mellett töltöttem masszívan, nulláról hangonként építettünk fel dalokat, és rájöttem amúgy, hogy az egész jó flash. Kíváncsi lettem, hogy mások hogyan készítik el a dalaikat, ezért minden epizódban egy új előadó jön el, és elhozza a saját dalát, amit közösen a darabjaira fogunk szedni. Ez a Sávlekötő by Lil Frakk, ahol a dal és a szerző van a középpontban. Kezdjük is, let's go! ...2020 decemberében a konyhámban vettük fel az Off-White demóját Betohofival. Ádi általában magának ír szöveget New Wave hip-hop rap műfajban. De amikor megláttam, hogy szövegíróként közreműködik, ráadásul egy popdalban, akkor úgy voltam vele, hogy erről biztosan akarok vele beszélgetni. A dalt ráadásul Miller Dávid énekli, akit színészként és műsorvezetőként is ismerhettek. De ennek ellenére én először banánként láttam és hallottam meg őt és a különleges hangját, amikor nyertesként levette a maszkot. Ez a páros érkezik a Sávlekötőbe, de rajtuk kívül jön még Gerendás Dani, Puskás Dani és Móróc Tomi is. A teljes alkotói crew-val szedjük szét a Süt a Nap című dalt. Sziasztok! Hello. Sziasztok! Jó reggelt! Érkezzetek meg nyugodtan. Mi baj, nagy szeretek! Sziasztok! Jó, nincs sok hangod. Ja, hát figyelj, ennyire volt pénz a produkciónak, hogy most ennyit hoztam el belőle. Hát, tök véletlen, hogy mind a hárman ugyanazt kaptuk el, tehát hogy semmi... Nem, az van, hogy én is beteg vagyok. 3 napja bulisztunk együtt, és mind a hárman betegek voltunk szerintem. Viszont az, hogy oké, most 3-an bulisztatok, de együtt dolgoztatok is egy dalon. Micsoda átvezetés. Köszönöm szépen, tesók, készültem, írtam mindent. Mit tudtatok egymásról, mielőtt elkezdtetek együtt dolgozni? Szóval valószínűleg azért így hallottatok egymásról. Miket tudtatok? Hát egyébként szerintem annyira nem hallottunk olyan nagyon mélységeiben egymásról. Nem. Mert ráadásul ez egy olyan időszakban készült, ahol még Dávid, neked olyan sok saját új zenéd nem volt. Sem ennyi igazából. Nekem sem volt kint szerintem az albumom. Meg... Nekem meg már ugye volt egy kész teljes ilyen diszkográfiám, egy ilyen 20 éves múltam. Igen, de hogy az a valami... De ettől függetlenül senki nem tudta, hogy miről van szó. Nem, egyébként egy tök érdekes sztori, mert azon, hogy elkezdtem a Dáviddal dolgozni körülbelül egy éve. És ez az Állatos Énekesben volt? Hát igazából onnan utána. Indult a dolog, mert az Állatos Énekes miután kijött, december 6-án utána keresett meg engem az Orsi, a Vermes Orsi, akivel azóta is együtt dolgozunk, és akkor így elkezdtünk beszélgetni, hogy milyen embereket lehetne magunk köré gyűjteni, akiket érdemes lehet, és nagyon szimpatikus volt nekem a Tomi, aztán persze később ez nyilván megváltozott. De most erről ne beszéljünk. De most erről ne beszéljünk, de hogy igen, azóta dolgozunk. Bocsánat, igaz, hogy Tomi volt a májkrém az Állatos Énekes. Nem, az volt, hogy elkezdtünk együtt dolgozni, és egyébként én az Ádiról már hallottam, mert én dolgoztam a Felcser Mátéval sokszor, és akármikor kérdeztem, hogy hallott-e valami újat, ami izgi lehet, meg érdekes lehet, mert állandóan azt magyarázta, hogy figyelj, Betófi, az nagyon jó gyerek, az nagyon tud. Pont mire oda jutottunk, hogy az Ádit megkeressük, és megkérdezzük, hogy egyáltalán van-e affinitása, van-e kedve ahhoz, hogy ő egy ilyenben részt vegyen, akkor én már teljes Betófi rajongó voltam. Nagyon szomorú lettem volna, hogyha ő ebben nem akar részt venni, csak hát az a célunk, meg az volt a célunk, meg most is az, hogy aki ebben a projektben részt vesz, az tényleg szeresse ezt a dolgot. Azért úgy látom, hogy sikerült, meg azért meg is ismertétek egymást jobban. Lehet, hogy játszottatok már olyat, hogy ki az, aki közülünk van ez a játék. Ennek az a lényege, hogy lesznek állítások, és arra kell majd mutatnotok, meg ki kell mondanotok a nevét, akire igaz az adott állítás. Ki az, aki közülünk a legtöbbet rúgja fel a szabályokat? 3, 2, 1. Ádi. Még Ádi is magára mutat. Igen. Nem, mert nem láttam még olyan sok szabályt tőlük fel, úgy 1-2-t láttam. Magamról meg tudom, hogy többet szoktam. Hát az Ádi. De igazából ezek miért? Olyan... Mert ti se láthattatok olyan sok mindent azért. Hát az is elég volt, amennyit láttunk. De ti soha? Dehogy nem. Dehogy csak nem. Közületek. Pont azt akartam mondani, hogy ezek olyan szabályok egyébként, amiket így szerintem érdemes puha fedeles szabályok, amiket érdemes is így felrúgni. Csak most így a zenéjére is gondoltam, aha, hogyha abba belegondolok, hogy mennyire szókimondó vagy, hogy miket gondol, és azokat hogy közvetíti. Köztesó. Ki az, aki közülünk fél napon keresztül duzzog, ő a dráma király.
Három, kettő, egy. Én megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy én nem láttam még duzzogni egyik őket. Igen, te azt már Ádi nem mutatott senkire, Tomi, te pedig a Dávidra? Hát, igen. Magamra nem mutattam. És te is magadra mutattam? És én is magamra mutattam. Ja, ja. Igen, igen. De ha már egyet kell választani, akkor inkább. Igen, de nem, de mert a Tomi viszont nagyon jól kezeli ezeket a helyzeteket. Tehát, hogy általában ez úgy szokott történni, hogy én kiduzzogom magamat az Orsinak, az Orsi ezt elmondja a Tominak, és utána a Tomi ezt közvetíti egy olyan formában, ami sokkal emberibb, mint ahogy én ezt tettem volna. Uh-huh. Úgyhogy, de nem tudom, hát az Ádi is egyébként biztos hiszt is egy kicsit. Nagyon, haver. Akkor jön a következő. Ki az, aki közülünk a legelőször elsírja magát nyilvánosan? Én azt mondanám, hogy az Ádi. Ádira mutatok a kezek. Láttatok már ti is? Én láttalak már sírni. Ó, faszom. De ez ciki? Ne, szóval nem, nem, amúgy nem ciki, de... Nem. Hát egy kicsit. Süt a nap, hogyha veled vagyok, minden mese szép. Süt a nap, és a napsugarakkal a tekintetem a tiédbe ég. Süt a nap, süt a nap, süt a nap, hogyha veled vagyok, minden mese szép. Süt a nap, és a napsugarakkal a tekintetem a tiédbe ég. Bátyáik mennek a palázba. Mennek a palázba, bátyák. Hát vagy jönnek a palázból. Na, Süt a nap című dal, öten dolgoztatok rajta. Hogy készült? Ki keresett meg kit? Megkerestük a két Danit egyébként tök külön, hogy dolgoznánk velük egyébként, hogy megnéznénk, hogy mit tudunk így együtt csinálni. És akkor mondták, hogy hát ők amúgy így együtt dolgoznak. Na, azt király, akkor kétszer annyit kell fizetni. És akkor egyszer csak így megjelentek, hogy tök tetszik nekik az irány, amit így picit így felvázoltunk, meg így oda mentünk, levettünk egy gitárt, és akkor elkezdtünk mutogatni ötleteket. És akkor az egyikre mondták, hogy ez tök király, legyen ez. Jó, hogy egyébként ez elidézett ki, mert úgy nézett. Úgy már én sem emlékszem. Nem, ez igazából. Figyelj, volt a képletben egy pár darab Tomi. Egy pár darab Dani. És ezt az egészet így megráztuk. Na, de akkor nem, mi a valóság? Nem, igazából ez úgy nézett ki, hogy elkezdtünk ott dzsemelgetni, elkezdtünk zenélgetni, tök jó volt, és igazából csak muszáj elmondanom, hogy a Tomi ült a sarokban, a fején egy fülessel, és csak így nyomkodott így gépelt. Mi pedig ott a két Danival így dzsemelgettünk, tudod, egy ilyen 3 négyzetméteres helyen, és néha így néztük, hogy nem zavarjuk a Tomit, vagy nem tudom, hogy így mit befejezi a, nem tudom, Money Heist-nak az 5. évadát. Igen, azon hülyeskedtük, hogy ő közben játszik, és akkor egyszer csak fogta, hogy na, jó volt a zenélés, itt van. És akkor körülbelül így ennek a számnak a verze részének egy foszlánya, ami megvolt. Viszont mindenkinek tökre bejött, meg tök jó volt az a vibe, amit így adott, és akkor elkezdtük így kibontogatni. Fel lett énekelve egy demo, egy angol, hát egy ilyen kamu angol Halandzsa demo. Ami, Én például még nem kaptam ilyet. Tehát hallottam már ezekről gyerekkoromban, hogy vannak ilyen kamu angol halandzsa dolgok. Szerintem ez egy ilyen melódia javaslat, vagy hát nem hát, tudom, vagy ilyen dinamika. Szépen mondtad egyébként, egy melódia javaslat. Egy ilyen dinamika béli sorvezető, ja. És még ezt tudom cifrázni. Igazából meg is van nekünk az a angol demo, amit te felnyomtál. Akkor hallgassuk meg. Bolondul felfele megy. Fújó! You wanna feel alike, igen. Oh yeah. Igen, igazából itt jön a para. Every time you're so fine. Every time you're so fine. Én nem hiszem, ezt így hallgattam, és így mondom, ezt hogy oldom meg, haver? Erre mit írok? Feladtuk neked a leckét, mi? Az elején van ez a... Az, igen. Abba bele tudtam egy kicsit kapaszkodni, és akkor úgy voltam vele, hogy mit tudom, én megpróbálom, meg fölnyomom úgy, ahogy én gondolom. Szkeptikus voltam ilyen szempontból, hogy amit én írok, meg hogy így nem fog tetszeni, vagy sok, vagy stb. Tehát próbáltam illeszkedni ahhoz, hogy például mondjuk a refrén egy kifejezetten egyszerű képeket használjon. Konkrétan, amiből ezt írtam, hogy megyek az Andrássin, mondjuk ilyen ősz van, hideg van, és hogy mégis mondjuk valamikor elkapsz egy kis ilyen napos ízét, és hogy így anyád, mennyire jó dolog az, hogy egyáltalán így látom a napot. Ja, hát akkor hallgassuk is meg szerintem. Érdemes lesz fülelni. Süt a nap, megint szárad a padló, ha visszapillantok, akkor akár marad a minó, de nem érdekelnek a szamarat, amíg való, ráteszem a talpam a gázzal, az padló. Nyakamon a két kezed, de ideg, pedig ezek képzeletbeliek, azt akarom, hogy a fülembe teliek, csak veled látom a poharam telinek. Szólamok is voltak, hallottam, de dupla sáv volt. Itt már nem volt kedvem végignyomni a ref. Ja, itt ennyi. Vágjátok.
bármi van, tesikém, számlázom. Szóljatok, mindent intézek. Amorában vagyok, mint egy intézet. Besüt a nap, megint szárad a padló. Kettő miatt tudom azt, hogy elvileg van jó. Gyere fel a belefér, tudod, hogy itt van jó. Elszalad az idő, mint egy vágtató vadló. Itt vagyunk a sávlekötőben, és most helyet cseréltetek a Dávidékkal. Nem véletlenül, hiszen ti vagytok a dal producerei. Itt van a stúdióban Gerendás Dani és Puskás Dani. Szóval, hogy itt lehetünk. Köszi, hogy itt vagytok. Ti elhoztátok most a dalt sávokra bontva, viszont előtte beszéljünk arról, hogy hogy jött az, hogy ti ketten dolgoztok. Nehéz elképzelni, hogy két ember dolgozik egy dalon, mint producer, hogy akkor ki mit csinál, hogy osztjátok fel, ki ír felül kit, vagy ki hogy dolgozik egymással. Nekünk is nehéz elképzelni. Hát a mi ismeretségünk az nagyon régre nyúlik vissza, mert mi nagyon sok évig együtt játszottunk a Bieber zenekarban, és aztán én, amikor elkezdtem producerkedni nagyjából 2 éve, akkor ez a drága ember, az ő minden tudását megosztotta velem, és elkezdtünk összejárni. Egy SMS-ben. Hosszú SMS lehetett. Igen. De nem, én tényleg nagyon sokat köszönhetek neki, mert ő vezetett be így egy picit ebbe a dologba, és egyébként meg azóta is talán az a dinamika működik közöttünk leginkább, hogy én vagyok a hangszeres input, tehát mondjuk az ilyen akusztikus gitár, ami ennek a dalnak is az alapja, vagy dobprogramozás, meg ilyenekben talán inkább én szoktam így domináns lenni, a Dani meg minden egyéb, a szinti hangszínek, az effektek, a keverés, master, kávé, víz, amiket, de nagyon, tehát hogy lehet, hogy így furának hangzik, hogy két producer egy házban, és akkor nem férnek össze a gondolataink, de valahogy annyira gördülékenyen ment mindig, tényleg nincsen ilyen, hogy most ez az én ötletem, és akkor ennek maradnia kell, hanem tényleg tökre őszintén tudunk együtt dolgozni, hogyha valami nem tetszik, amit a másik csinál, akkor tovább gördülünk. Hát akkor nézzük is meg, hogy hogyan dolgoztatok együtt. Tehát tényleg az első közös sessionünkön, ahol ott voltunk Dávid, Tomi, Dani és én, akkor kb. Egy ilyen kezdetleges demo verziót feljátszott az akusztikus gitárból a Tomi, ami egészen az utolsó verzióig ott maradt, mert annyira jól sikerült véletlenül, meg annyira karakteres lett, de aztán valahogy nem illett bele így az egész hangképbe, és akkor újra játszottam én. De egyrészt kialakult szerintem egy ilyen demo betegség bennünk, hogy így nem tetszik az elején, de aztán annyit hallgatott, hogy anélkül meg már nem olyan. Igen, ebből volt jó pár verzió, mert ezen küzdöttünk nagyon, hogy mert nekünk, vagy nekem legalábbis az elképzelésem, hogy hangszerelésben az ilyen Brockhamptonos, ilyen baromi laza, tehát hogy ne legyenek ilyen feszes dolgok benne, ami nekem egy nagyon nagy teher, mert nagyon szeretem az ilyen feszes. De betegesen, tehát a Daninak mindent rácsra kell rakni. Az azokra bevetni, hogy ő nem az van, hogy beállítatja a potiát egy reverbnek, hogy milyen hosszú legyen, hanem bepötyögi, és ráadásul egy olyan billentyűzete van, egy igaz, ilyen régi irodai billentyűzete, ami jól csattog, és akkor bepötyögi az összes értéket. Igen. Úgyhogy tényleg ez volt az alapkiindulási pontunk, és nem is nagyon szerettük volna dúsítani, tehát szerintem se a Tomi-Dávid páros nem akart semmi extrát bele, hanem hogy tényleg csak annyit mondtak szerintem, hogy ilyen tengerpart feeling legyen. Yeah. Aha. Szóval nem tudom, hogy mit hazudtak neked itt, amíg itt voltak, vagy mit fognak még hazudni, de ennyi volt, hogy a tengerpart flash meg legyen benne. De nekem azt mondom, hogy valami metal flash-takkal szerettek. Viszont elrontottuk. Akkor viszont szerintem nem jött össze. Ezután annyi volt, hogy a dobot összeraktuk alá. De az egész dalnak szerintem ez a lazasága ettől, a shuffle érzettől van, hogy nem ilyen nagyon egyenes. De Dani nagyon nehezen bír ki, hogy valamit nem a griden van. De griden van, csak... Csak ez a shuffle, ez a és ez a lüktetés viszi végig valahogy az egész flow-t. Szóval jól látom, itt 2 darab kick layer van, ami ritka egyébként, mert a Dani mindent egyből szokott megoldani. Ezt gondolom a testet adja. És akkor ez meg egy ilyen stampasabb, ilyen felsőbb. Yes. Igen, ami kettő... kicsit ilyen ütősebb. Igen, yes, és sikátorba vettük be, kőben a Kispesten. És... Igen. Aztán van egy ilyen nagyon testes pergő. De nincs sok, csak 126 sáv, úgyhogy gyorsan túlesünk az egészen. Ja igen, van egy ilyen rimshot. Ez egyébként a mostani ilyen trap zenékben nagyon igen. Visszatérő. Azt még hozzáteszem addig, hogy az is jó abban, hogy ketten dolgozunk, hogy alapvetően szerintem én elég lassú vagyok.
Aha. Szóval, és a Dani, mondta, Dani hogy gerendás, de gyorsabb? Hát, hogy gördülékenyebb, szóval, aha, hogy ő nem akad fenn azon, hogy, hogy már mondjuk fél órája tekergetek egy lábdobot, amit már szeretnék a végleges formájába, ő meg szeretne a dallal tovább haladni. Meg egyébként kettőnk közül én vagyok hajlamosabb, aki így overproduce-alja a dolgokat, és a Dani, aki mindig ezt leritkítja, mert tényleg egy csomószor kiderül, hogy nem kell az, hogy mondjuk 4-5 szintiből álljon össze, hanem egy, hogyha tényleg megvan jól csavarva, akkor az igazából minden feladatot ellát. Ekkor kezdtem el hyperpopba elmélyedni, és ez is olyan karaktert ad így a verzének. Itt van egy jó kis ilyen kick delay, ahogy hallom. Az ő, te is felfedezed most ezt. Én nagyon élvezem. Ahogy hallom. És akkor a refrénben van ez a... Igen, ebben van egy, ez a basszus menet. Iszonyatos basszus játékkal. Szerintem azért jó ez a projekt, mert azt bemutatja, hogy itt tényleg a dalra koncentrált. Tehát itt nekünk az volt a legfontosabb, hogy ez a dal működjön. Igen. Tehát, mert a későbbi keverésnél is, az éneknél is, hogy sokszor azt éreztük, hogy marha sok az ének, de közben meg úgy voltunk fel, hogy az most a dal. Tehát igazából ez a dal őszintén két dologból áll, az énekből és az akusztikus gitárból. Minden másnak marha alázatosan, csak így feldíszítették egy picit. Ja. Igen. Ez például nagyon izgi, amit Dani talált, egy ilyen orchestra hit, amivel beindul a refrén, így jól belugja az ajtót, de annyira működik, nem tudom magámmal. Ne, mennyire meg... De marha. Ilyen jó, dolgokhoz ragaszkodok, érted? Kicsit följebb veszem, de tehát most hallgass meg, hogy mennyire benne van. Aha. Nélküle. Semmi. Tök meghal a dal nélküle. Bocsánat, újra fogalmazom, három dologból áll. Az énekből, a gitárból, meg ebből a hangból ez a dal. Tehát az volt az irányadó, hogy legyen ilyen organikus az egész. Tehát ne legyenek ilyen nagyon durva, modern szinti hangszínak, hanem tényleg ilyen Rhodes, akusztikus gitár, ilyen kind of élő dobszerű hangok, meg ilyenek, tehát élő lábszint imitáló programozás, és szerintem ez is attól működik így a szinti layer, hogy ilyen nagyon meleg az egész, meleg soundja van. Tengerpart. Ja, tengerpart, abszolút. Akkor van még ez a csilingerős, ez ugyanúgy ezt az organikus soundot szolgálja. De ez nagyon sokat tesz így a ritmizálásban, hogy ez is így tökre viszi előre szerintem. Igen, hát így a gitár nélkül ez egy másik dal egyébként. Ja. Igen, kicsit. Úgyhogy... Kicsit Bieberzos is talán. Igen, hát ez a szinti layer, az szerintem egy kicsit a régebbi Bieberzöket tükrözi. Nyilván ezeket nehezen tudja az ember elengedni, bármilyen más előadónak csinálni. Hát de nem zenét. Is kell, mert tökre beleillett ebben. Igen, igen. A hangulat. De azért elrejtettem, nem ez a domináns. Úgyhogy csak próbáltam egy ilyen hullámszerűen ott alatt ilyen szőnyekként használni. Nagyon-nagyon fókuszban volt nálatok az ének. Nagyon. Abszolút. Egyrészt azért, mert először hallottuk Dávidot így személyesen élőben énekelni, és... Elképesztő élmény volt. De tényleg neki már, amikor odaállt egy ilyen demo éneket felnyomni, az is olyan volt, hogy így oké, kész. Tehát hogy igazából Dávid az, akinek tényleg semmit nem kell csinálni kb., mert annyira tiszta, meg karakteres a hangja. Na és milyen a Dávid vokálja? Tehát ez a Dávid fősávja. Besüt a nap, szárad a padló, ha visszapillantok, akkor a kár maradandó. Nem érdekelnek a ez a full nyers. Hát ez már kompresszált, tehát ez nem az legeleje. Van egy kis munka. Backing sávunk. Nyakamon a két kezed, de ideg, pedig ezek képzeletbeliek. Azt akarom, hogy a fülembe terjek. Ez tényleg csak ilyen, nem is akartam, hogy kialatszódjon nagyon, hanem csak így támaszta az egészet. És a refrén? Hát ez is milyen szép, nem? Megmutatod így a zene nélkül az a kapellát, mert már az annyira ilyen telten szól, csak az mondjuk, hogy elviszi az ének. Süt a nap, hogyha veled vagyok, minden mese szép. Süt a nap, és a napsugarakkal a tekintetem a tiédre ég. Süt a nap, süt a nap, süt a nap. Arra mi sokszor hallunk olyan dalokat, amiknél az a kreatív koncepció egy kicsit el van rejtve, mint egy hangszer.
és nem feltétlenül a szövegre kell koncentrálni. Épp itt kaptam meg azt az érvényességét, hogy igen, itt a szövegnek marha fontos, hogy hallatszódjon, hogy minden egyes szó érthető legyen, úgyhogy ezért szerettük volna, hogy ennyire arcba legyen. De pont így kellemes el van háttérben ez a kis stranduló zenekar, hippi zenekar, mindenki találtak egy Junót a parton, azt nyomkodják, sékereznek, tamburinoznak, Dávid meg énekel ott a víz közelében. Köszi szépen, hogy itt voltatok, és hogy megmutattátok a sávokat. Mi is köszönjük. Napfény felhők, a retined a vászon. Gyere ide, kislány, én elviszlek a vázon. Betakar az éde, én nélküled fázom. Visszahúz a vér, még egy kicsit visszamászom. De te vagy, aki fél, pedig ez így egy egész. Lenyeli a szív, amit visszaköp az ész. Milyen más szövegét énekelni, mert én például nem tudom azt elképzelni, hogy más szövegét rappeljem. Ez nyilván tök más, meg máshonnan is jövünk. Én mindig magamnak írtam, meg műfajilag is tök más. Tök jó, amit mondtál, nem kell. Igazából ez volt a cél, hogy nekem semmit ne is kelljen, csak azt, ami nekem tetszik, és ami jó. És nem gondoltam volna, hogy ennyire egyértelműen jó lesz ez a szöveg. Tehát az volt, hogy visszaküldte az Ádi a szöveget, hetekig énekeltem otthon, néztem azokat a szavakat, amik esetleg nem állnak a számra, és már azt éreztem, hogy akarok benne valami hibát keresni, mert ez lehetetlen, hogy visszaküldi nekem az első verziót, és ez így, ahogy van, működik. Minden egyes sorban volt valami emlék, minden egyes sorban volt valami kép, amit az ember meglát, és a másik meg, ami nagyon nagy motiváció, hogy én még nem éreztem magamat készen arra, hogy én szöveget írjak saját magamnak, mert nagyon háklis vagyok a magyar szöveggel, mert nagyon nehéz műfaj magyarul jó szöveget írni szerintem, és nem mert volna vállalni, de hogy magamnak, tehát számomra is meglepő volt, hogy mennyire jól sikerült ez a kollaboráció úgy elsőre. Ádi, neked milyen volt, hogy most másnak írtál szöveget, és nem pedig magadnak? Írtam ilyeneket régebben, hogy haver, írjál már egy verset, csajnak. Nem mondod, hogy ilyeneket vállaltál? Igen, haver, így szórtam a verseket. Más nevében megírtál egy verset? De hányat, haver? Azt a minden. De nem lett volna mindig egy elég, csak a nevet átírni? De megúszós lett jó, volna. Igen, van itt idő. Na, lényeg, kicsit elkandoztunk, hogy attól féltem, megmondom őszintén, és ez lehet, hogy megint ilyen kicsit túl őszinte, de hogy azon attól féltem, hogy túl jót fogok írni, és akkor azt még nem lesz szívem oda. Mert hogy egyébként ezeket a képeket magamból szedtem ki, mondjuk az a süt a nap, megint szárad a padló, az egy erős gyerekkori kép, hogy játszom a konyhapadlón, nyitva van az ajtó, és a bérház udvarára besüt a nap, és így szárad, és érzed ezt a domestosos illatot. Arra ilyen tök jó metafora, hogy így szárad fel tehát így a tisztítás nyomán a minden, tehát így jössz ki egy ilyen rosszból. Mikor először hallottam a demót, amit az előbb hallottunk, akkor ez ilyen tök fura dolog, de nekem elsőre nem nagyon tetszik semmi. Azt meghallgattam először, és tudod, ez ilyen teljes meglepettség, hogy így pár hallgatás után rájöttem, hogy ez egy kurva jó dolog, és attól függetlenül, hogy én mondjuk pont nem erre számítottam, sokkal jobb lett, mint amire számítottam. Ja, hát és pörög is a rádiókban most. Büszke vagyok rá, hát ez tök jó, mert ez nyilván a rádió is dönti el, hogy mennyit játsszák. Nagyon fontos hozzátenni, hogy most a legelején vagyunk ennek az egésznek, tehát ez az első igazából saját szingl, ami így megjelent. És szerintem csináltatok már lemezt, tudjátok, hogy csomószor van az, hogy nem szeretem ezt a kísérletezés szót, meg ezt az ilyen csak örömzenélünk, és akkor majd lesz, ahogy lesz, ki nem szarja le, ez egy fasság. Nyilván mindenki azt szeretné, minél többen hallanák a zenét, meg minél több értelme lenne csinálni annak, meg az időt, pénzt beletenni. Viszont az van, hogy ez még egy olyan fázisban volt az egész, mikor ez a dal megjelent, vagy egyáltalán megírodott, hogy egy picit kísérleteztünk még. Nem volt az, ami most már ilyen 5-10-15 éve ilyen futózenekaroknál, hogy egy picit így a nyilván érthető módon a közönséghez is hűnek kell maradni, az eddigieknek, régen jobb volt, régen király voltam, most meg egy csicska vagy. Tehát nincsenek ilyenek, amikhez igazodni kell, és ez tök szabad ilyen értelemben. És hát jól is működtök nagyon együtt. Hát akkor egy játék maradt hátra, ahol... Szétütünk egy pinyát. Igen, mindjárt jön le onnan fentről. Meg kell lenni minyont. Mikor karaokéztatok utoljára? A következő játékunknak az a neve, hogy szuper számok szarabbul. Összegyűjtöttünk dalokat, amiket el kell majd énekelni, viszont én átírtam egy-egy sort ezekben a dalokban, és a feladat az, hogy ti rájöjjetek, hogy mi az a sor. Várjál, de akkor várjál. Most nincs próbakör.
Egész életem egy próbakör, tesó. Beto Hoffi Off-White. A tesó. Kiválkhatod a magas cím. Yeah, figyelj. Damn, son. Szarok én az Off-White-ra. Mindig ugattak, ez dogfight, yeah, yeah. Beszakad a dobpártya. Nekem fapadon csak plódolsz meg dobfight-ja. Szarok én az Off-White-ra. Mindig ugattak, ez dogfight, yeah, yeah. Minek ez a sok hát? Nekem mindes mondom szeretni a tormát. Yeah! Faszi hibátlanul lehozta. Figyelj, na várjál. Dogfight-ra. Mindig ugattak, ez dogfight. Magad ellen küzdesz, ez boss fight. Annyi. Szép. Beraktam a várakozó zenét, de pont de kimondtad, nem, úgyhogy pont helyes a válasz. Úgyhogy egy nagy taps ismét jár. Nagyon szép, nagyon szép. Következő Tomi. Ajaj. Egy klasszikus következik. Korda Reptér. Szélben a szél zsár, villognak hegyre a lámpák. Repül feléd a gerebjén. Aztán szerintem ez a vége, ez a gerebjém. Szóval az volt, hogy repül feléd a gerebjém. Szeretném, ha szeretnél. Nagyon-nagyon szép, de nem. Repülni mindig szeretnék. Repülni a válasz, mindig szeretnék. A válasz helyes, így van. Gyuri bátyja, 4-20. Valamint, hogy a legnagyobb tisztelettel, hol vagy Gyuri művész úr? Charlie-tól a Jégdupla Viszkivel című dal. Azt figyeld, bátya, ezzel a hanggal. Jégdupla Viszkivel. Ennyi, originál. Két dózis egy helyen. Hát ez kész. Egy a társaság miatt. Igen, egy, hogy jó napom legyen. Egy rossz időkre kell. Egy, hogy jól aludjak el. Már az ágyom is kemény, hideg, mint a Préma Pingvinen. Mint a Préma Pingvinen. Figyelj! Valószínűleg a Préma Pingvinen a problémás sor. Hát mi hideg? Könnyebb, mint gondolnád. Mint a jég a viszkivel, nem? így van, ez volt a helyes válasz. Mint a jég a viszkiben. Köszi srácok, hogy itt voltatok. Nagyon Miller, köszönjük. Dávid, Móróc, Tomi, Schwarzárdi, Betófi. És babait is sorgos gyerekek, Lil Frak. Köszönjük szépen. És köszi szépen még Gerendás Daninak és Puskás Daninak is, hogy itt voltak. Mielőtt még eltűnnénk innen a srácokkal, hagyok egy nyomot, ami most elsősorban a nézőknek szól. Szia! Nem láttad a következő két vendégemet? Dehogy nem, egész este itt buliztak. Ezt itt hagyták. Az jó. Köszi, hogy néztétek a Sávlekötő mai epizódját is. Tartsatok velünk jövő héten. Addig is írjátok meg kommentben, hogy kit hallgatnátok meg, vagy hogy ki lehet a következő vendég. Jövő héten el is fogjuk árulni, úgyhogy kövessetek minket, iratkozzatok fel. Puszi, cső, sziasztok! Yes, sure.